Hát igen. Ideje, hogy valaki átvegye már tőlünk ezt a munkát. Majd a lányai folytatják a hagyományt. Hagyomány! Hagyomány! Várom, semmire kellő derekvés. Csak a szerelem, meg a matyi, az kell! Na már, éppen jobban emlegeted a matyi. Ahogy jönni az apja. Hát az, hogy jön az pulzás. Meg szegény, megboldogult fel, és akkor esett el Doverdónál. Azt is beszélték, hogy az urad összejött
az én uram nem is beszélte a angol nyelvet. Hogy jött volna össze? Egyébként is nem beszélt semmilyen idegen nyelvet. Bár egyszer kaptam egy feladó nélküli képeslapot a Balti-tengertől. És kaptam, nem annál. Na most már dolgozni is kérek! Elkinek ki segítség, lányok! Hol vagytok, lányok? Nem, meg azt ígérted, hogy
számítottam. Minden, én sem. Andrei, már majdnem úgy megszerettelek, mint a testvére menni. Na hát, közelje azt a tisztet, Istennek és neked lelki atyám. Mikor jött el a teát? Tavaly ilyenkor, atyám. Elég rég óta. Azóta védkeztél? Legutóbbi gyónásom óta védkeztem, mivel beszéltem Parázna tetről. Kivel beszélt ilyen Parázna tetről? A Matyival, atyám. Matyi, mikor történt ez? A nagyon jó tüstén. Ez a Matyi szemérmetlenül viselkedett velem, én meg majdnem hagytam magam. Állj! Miért nem hagytam magam? Ősz valaki! Megváltozott a viselkedése, idegebb lett a viszonyunk. Állj, hidd el, lányom! A Matyi nem olyan gyerek. Régóta ismerem én őt. Mit tegyek, atyám? Hogyan tehetném jóvá? Több ülőre nem emlékszem. Felóvatást adok neki. Minden este mondja el tízmi atyám, húsz üdvözlégyet, evéseni, evés után, munka előtt, munka után, és kísértésbe. Magasztaljuk Isten, ne jóságos hozzá, mert örökké szeretnéket. Isten megbocsátott a bűnödet, menj békével. Istennek legyen hát. Ha vagy egy fél órája, nem ittam senkit. Annyuska néni, adja már olyan csinomban főzeléket kézi
de kóbasz. Csak nem a gyomosika is? Az bizony lehet. Hát, apám, az is a fél testére. Meg lehet. Hogy mondja ezt? Miért olyan biztos benne? Mert én vagyok az apád.